Nekem meggyőződésem, hogy a siker egyik legeslegfontosabb összetevője az a kudarc. Tehát aki nem bukott, vagy nem élt át kudarcot, és nem volt képes belőle fölállni, az szerintem hosszú távon nem lesz képes sikeres ember lenni. Kezdjen bármihez. Sziasztok! Szántó Péter vagyok. Mi a villámkérdések? Fix kérdések, viszont mély és átütő válaszok. Tudatosság az, amit egy picit üzennék magamnak, hogy lehetne egyel tudatosabban is. Talán. Véleményvezérekkel arról beszélgetünk, hogy miként váltak azzá, akik ma. Bármikor visszamennék gyerekkorba. Tehát én annyira imádok élni, én annyira szeretek élni, és hogy az, hogy annyira rövid, és muszáj élveznünk, és nagyon sokszor úgy vannak az emberek, hogy majd. Most. Most kell megélni a pillanatot. Éld meg a pillanatot, ha rossz a munkahelyed, válts munkahelyed. Miért szivatod magad? Hova juthatnál te, hogyha általuk inspirálva tudnál döntést hozni és cselekedni? Ez is ugyanazt igazolja, amit édesanyám mondott, hogy a melót nem lehet megúszni. És hogy ezek közt a világsztárok közt és azok közt, akik tényleg elérnek bármit, bárhol a csúcsra érnek, ott nincs lazsálás, ott nincsenek ágyban töltött napok, ott igenis kemény meló van és önmegtartóztatás és fegyelem. És én miért csinálom ezeket a beszélgetéseket? Mert mindez, amiről szó van, nekem is kihívás volt, és azt szeretném, hogy neked ne legyen, vagy legalábbis nem akkora. Lehetne bárhova a világon elhelyezni egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd, és mit írnál rá? Minden sarokra, és azt írnám, jót tenni jó. Szeretném, hogy találd meg önmagad, érd el a céljaid, és közben érezd nagyon jól magad. Csak azért is, igen, ez egy nagyon jó dolog. Én azt mondom, hogy dönts te a leggyorsabban, mindegy, hogy hogyan döntesz, de a leggyorsabban neked kell döntened. Te akard a legjobban, és higgy magadban. Ezért igyekszem a siker jelenségét szétboncolni, és kvázi egy kísérleti malacként inspirálni téged gyakorlati példákon keresztül. Tehetnél a világon, minden erőforrás a rendelkezésedre állna. Uh-huh. Mit csinálnál? Mindenkinek adnék talán lehetőséget. Amikor izgatott leszel, mitől leszel izgatott? Az igazságtalanságtól. Meg a gátlástalanságtól. Hogy valaki gátlások nélkül nyomul, ilyen pszichopátiás módon, azt ki tud akasztani. Igen. Ugye a konstruktív meg a destruktív formája, tehát az egyik, amikor csak úgy forrongsz, hogy másoknak miért jobb, vagy pedig pont merítesz ebből, és azt mondod, hogy még többet teszel azért, hogy neked is legyen. Ezt nem tudom, hogy honnan hozom, biztos végig lehetne kutatni, de a legnehezebb időszakokban is, amikor azt mondtam, hogy az élet igazságtalan, inkább afelé mentem, hogy nem baj, nekem is lesz. Önmagában a bérlet megvásárlása is egy komoly projekt volt egy hónapban, és néztem az autókat, és arra gondoltam, hogy nem baj, nekem is lesz majd ilyen. És egy kérdést nem teszek föl reggelente. Soha. Az, hogy van-e kedvem elmenni edzeni. Mert ez nem kérdés. Ez nem biztos, hogy van, ezért nem teszek föl olyan kérdést, aminek a válaszára nem vagyok kíváncsi. Csak csinálod. Csak csinálom. Jár a lábad. Evés közben jön meg az étvágy. Remélem, hogy nem néznek érte hülyének. Én nagyon hiszek a stílusban. Tehát én azt nagyon hiszem, hogyha az ember stílusosan él, az boldogságot jelent. Tehát ha megadja a módját a kávéjának, ha megadja a módját, hogy felöltözik, ha megadja a módját, hogy hogyan ül le enni. Ha tetszett ez a Best of összeállítás, és még nem vagy feliratkozva, mindenképpen nyomjál rá a gombra, és mellette a csöngőre is, hogy ne maradjál le a következő villámkérdésekről és a vlogokról sem. Köszi, hogy megnézted. Sziasztok!